Gyufás dobozokat hajtogatnak ebben a bonyhádi üzemben megváltozott munkaképességű férfiak és nők. Az állami tulajdonban lévő cégcsoportnak a bonyhádi üzem a 207. telephelye, ahol hosszú távon munkát tudnak biztosítani azoknak az embereknek, akik vele született rendellenességgel élnek, valamint azoknak is, akiknek életútjuk során változott az egészségi állapota. A cég országosan közel 10 000 embert foglalkoztat, akiknek a 83%-a megváltozott munkaképességű. Csizi Péter, a cég ügyvezető igazgatója elmondta, hogy fontos a megváltozott munkaképességű emberek foglalkoztatása és azok a védett üzemek, ahol piaci körülmények között, de az egyéni szükségletekhez igazodva tudnak munkát biztosítani számukra. Itt most jelenleg Bonyhádon a 207. üzemünket adjuk át, és most jelenleg csomagolási munkát, azon belül is pedig gyufás katuja előkiállítást készítünk. Jelenleg 80 embert foglalkoztatunk két műszakban, folyamatos a bővülés mellett. Becsléseink szerint el fogjuk érni nagyon hamar a 100 főt. Az üzem ünnepélyes átadóján jelen volt Fülöp Attila, az Emberi Erőforrások Minisztériumának szociális ügyekért felelős államtitkára, aki beszédében kiemelte, hogy a cég új telephelye nagyon fontos az egész országnak, mert általa is növekedni tud a gazdaság, és sok családnak megélhetést biztosít. A munka az önmagában fontos. Függetlenül attól, hogy milyen technológiával, milyen munkafolyamatot csinálnak, a munka önmagában érték. Szerintem ez a bonyhádi telephely is ezt fogja üzenni. Ráadásul talán nem hangzott el, de itt ugye a munkavállalók zöme, sőt valamennyi munkavállaló talán egy vagy két kivétellel megváltozott munkaképességük. Számunkra ez duplán érték. Ennek van egy szolidaritási értéke is, amely azt üzeni, hogy fontos, hogy azoknak is munkalehetőséget teremtsünk, akiknek valamiért megváltozott, de nem tűnt el a munkavégző képessége. Ők is szeretnének dolgozni, ők is szeretnének bérből megélni. A 10 éve meghirdetett segélyhelyett munkaelvnek azt gondolom, hogy ez egy jó szimbóluma is egy-egy ilyen üzem. Fülöp Attila azt is hozzátette, ma 4,7 millió ember dolgozik az országban, 200 000 forint a minimálbér, és majdnem minden második megváltozott munkaképességű ember bérből tartja el magát és a családját. Potápi Árpád János, nemzetpolitikáért felelős államtitkár, Tolna megye 2. számú választókerületének országgyűlési képviselője és képviseltette magát az átadón, aki elmondta, hogy több okból is fontos a bonyhádi üzem létrejötte. Az elmúlt években sikerült elérni azt, hogy 4,7 millió ember dolgozhat Magyarországon. A megváltozott munkaképességűek közül szinte minden második embernek értelmes munkát tudunk biztosítani. Erre nagyon nagy szükség van, egyrészt azért is, mert nyilván az embereknek, a családoknak szüksége van a bérre, a fizetésre, másrészt pedig ezek az emberek újra közösségbe kerülnek, újra hasznos tagjai lehetnek a társadalomnak, és hát nem mindegy számunkra az, hogy a Bonyhád környéki embereket foglalkoztatja itt, megváltozott képességű, munkaképességű embereket foglalkoztatja itt a cégcsoport. Most körülbelül 80-an dolgoznak itt, illetve pontosan 80-an dolgoznak itt. Ez a 207. ilyen üzem, amit sikerült Magyarországon nyitni december 8-án, és reméljük azt, hogy ezt a létszámot a következő időszakban jelentősen még lehet emelni. Érdekes számomra is az, hogy amellett, hogy a bonyhádi térség az elmúlt években nagyon jelentős gazdasági fejlődést tud maga mögött, dinamikusan fejlődik, nem is gondolná az ember, hogy ilyen igény van arra, hogy a megváltozott munkaképességű emberek munkát keresnek, illetve itt tudnak munkát találni. Az újonnan megnyitott üzembe nem csak Bonyhádról, hanem a vonzás körzetéből is járnak be az emberek dolgozni. Filóné Ferenc Ibolya polgármester elmondta, hogy örül az üzem létrejöttének, hiszen az elmúlt években Bonyhádon nem volt olyan munkahely, ahol a megváltozott munkaképességű embereket foglalkoztatni lehetett volna. Polgármesterként mit mondhatnék más, mint hogy nagyon örülök annak, hogy ez az üzem megvalósult, hiszen a megváltozott munkaképességű embereknek az elmúlt időszakban Bonyhádon nem volt olyan lehetőség, hogy foglalkoztatni lehetett volna őket itt helyben. El kellett utazniuk legközelebb Szekszárdig, és nem csak bonyhádiakat, hanem a környék településein élőket is tudják ebben az üzemben foglalkoztatni, hiszen jelenleg több mint 70-en dolgoznak,
és ha jól tudom, akkor szeretnék tovább bővíteni ezt a telephelyet, és akár 120 főre is felduzzasztani ezt a létszámot. Arról talán nem kell senkit meggyőznöm külön, hogy miért fontos, hogy ilyen munkahelyek is létrejönnek, akár itt a mi városunkban is, hiszen azok az emberek, akik valamilyen egészségkárosodással élnek köztünk, nem tudnak olyan teljes értékű munkát vállalni egyéb munkahelyeken, de itt pontosan tudják, hogy miért kellnek föl reggel, el kell menni dolgozni, és ugyanúgy a saját készségeiknek, képességeiknek megfelelően el tudják látni azt a feladatot, amit itt rájuk bíznak, és nem utolsó sorban nem segélyt kapnak, hanem munkabért, amiért megdolgoztak, és szerintem az önbecsülés miatt is ez nagyon fontos. Ezért is örülök annak, hogy Bonyhád is felkerült arra a képzeletbeli térképre, ami Berettyóújfalutól, Szent Gotthárdig, vagy akár mondhatnám Soprontól, Mohácsig az egész országot átszövi már, és így Bonyhád is felkerült már erre a lehetőségre és erre a térképre. A megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásakor arra kell a hangsúlyt fektetni, hogy a munkatársak és a foglalkoztató ne a munkaképesség csökkenésére koncentráljon, hanem a megmaradt képességeket, készségeket vegye figyelembe.